Szegények vagyunk, de jól élünk. Mi éreznek a magyarok? Mert van nekik miből enni? Mert a szocializmus megtermeli nekik. Én már másképp főzök, mint a szüleim, tehát én már alig csinálok otthon rántott húst, még az édesanyám majdnem minden hétvégén azt csinál. Mindig mondják, hogy mivel főztél, olajjal vagy sírral, például pörköltet csak olajjal, vagy zsírral. Mit teszik a magyar, szerinted? Töltött káposzta. Mit teszik a magyar? Emlékeztek még erre a retro videóra? Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet 2024-ben. Ha tetszik ez a videó, lájkold, ír kommentet, és iratkozz fel az Index közösségi média felületeire. De korán van még itt reggel a piacon. Milyen a magyar ember? Közepes termetű, szikár testalkatú, mondják a tudósok. A szomorú valóság az, hogy ez a nép kivízta a tudományt, mert eszik ülve, eszik állva, eszik a parkban, és eszik a vonaton. Mi az, ami önnek kedves étel? A lecsó. Töltött paprika. Rántott hús, krumpli, savanyoság. Halászlé. Túros csusza. Hableves. Hétvégén húslevest teszik, de mi általában nem azt. Én megeszek szerintem mindent. Én azt a nagyon ilyen körömpörkölt, meg ilyen asznám. Mit csináltam még? Székelykáposztát, káposztást tészta hétköznap. Mit teszik a magyar, szerinted? Töltött káposztát, gulyáslevest. Én nagyon szeretem ugye a csirke húsokat, és akkor jó sok salátával. Paprikás ilyetek, krumplit. Meg a száraz kolbász mindenképpen nagy kedvenc. Disznósajt is, ilyenkor már a hurka kolbász is bejön. A kolozsvárit az különösen szeretik, illetve a sima szalonát. Tejszínes, zöldséges csirke van otthon, rizse. Csonyát, délre káposztát, estére káposztát. Kedden reggel ettem kenyeret. Nekem a kedvenc ételem a csigaleves és a grill csirke. A kirántott hús és a rizse. Kedvenc ételem a nyúlhús. Mákos tészta. Húsleves. Diós tészta. Nekem a banán kedves étel. Töltött káposzta. Mi ez az új dolog esetleg, ami önnek szembe jött? Több zöldség, párolt zöldségek, brokkoli, szűzérmé, csertés szűzérmébe becsomagolva. Sokat eszünk különböző vietnámi kajákat, úgyhogy például fóleves szoktunk mi hétvégén csinálni. Pulykahús, csirkehús. Vagy rakott pagodakarfiolt. Változott egyébként a húsfogyasztás? Tehát, hogy többet, kevesebbet esznek? Kevesebbet. Mi már azért sokkal újhullámosabban főzünk, mi sokat főzünk, de mindent is kb. Ami szembe jön és megtetszik, főleg ázsiai vonal, nem? Mi lesz most hétvégén? Hát most egy egyszerű sertésszűz lesz krumplipürével. Hogyan étkezünk egyébként mi magyarok? Megvan még ez, hogy zsíros kicsit a konyhánk? Már nincs meg, mivel az embernek az egészsége ennyi idős korban, mint én, azért már nem enged meg mindent magának az ember. Régebben ment, de ezek a mostani gyors kaják, ezek nem. Nem, inkább nem zsíros. Fiatal koromban sem, meg most sem. Én már másképp főzök, mint a szüleim, tehát én már alig csinálok otthon rántott húst, még az édesanyám majdnem minden hétvégén azt csinál. Ugye változott, nagyon sok rejete vannak, olyat, hogy ilyen mediterrán rejete, mondjuk a kajákat esznek, inkább rejete sok rejete a zöldséget, már nagyon sokan érte mondjuk érte a betegek, de különben a felvágott éneket, szóval nagyon érte csökkent mondjuk ennek érte a termeknek, már sok Nincs konyhájuk. Hát a mai kis lakásokban van egy ilyen amerikai konyha, amit azt mondják, hogy konyha, de az nem konyha. Tehát nekem van konyhám, meg sütögetőm is, meg szanetli alatt. Ott el vagyunk nyáron, szépen ott a bográcsba főzögetünk. Nagyon zsíros dolgokat nem, soha nem eszem. Ároljunk, és hogy ne süssünk annyit, úgyhogy ne olyan sok zsírt használjunk, hanem inkább olajat, olívaolajat, vagy napraforgóolajat. Akák válogatósak, azok maguknak veszik. Mindig mondják, hogy mivel főztél, olajjal vagy zsírral, például pörköltet csak olajjal. Vagy zsírral. Gondolom, hogy van egy kis átalakulás az egészségtudatosság irányába, de lassan. Számomra ez a kedves étel. Olívabogyó, rohadt drága, de ami jár, az jár. Zöldséggyümölcsöt mennyivel fogyasztunk többet vagy kevesebbet? Van egy réteg, aki megteheti. Ha most megnézzük ilyet, a mostani árakat, a zöldség, ilyet, a gyümölcs, most a szárazság, ami adott ilyet, ez a klíma ilyet, meg sok ilyet, minden más, aki megteheti, azt megvásárolja és ad ilyet, adélyete, árat, illetve a zöldséget, a gyümölcsét, aki eszik. Édességet kevesebb, egy cukorbeteg is vagyok. Azt tesszük meg, amit megkívánunk, vagy amit a pénztárcánk enged? Amit a pénztárcánk enged. Hát akinek van pénze, az azt teszik, amit megkíván természetesen. A steak sem rossz, azt is szeretjük, de nem minden nap. Van egy magyar mondás, hogy szegények vagyunk, de jól élünk. Hát azért a másik szempont is érvényesül a
pénzügyi kereteken belül. Én személy szerint inkább az alapján vásárolok, hogy mi az egészséges. Ilyenkor már nem veszek málnát nekik. Szerintem mi impulzívan vásárolunk, amit megkívánunk. Kajára nem figyelünk az ára, mert szerintem az olyan, hogy mind, hogy igen, alapanyagokra ott nem. Inkább legyen minőség, vagy nem tudom. De... 30-40 év, mire egy lakást összeszedünk. Nem tudunk mit csinálni. Hát eszünk. Amit megeszik az ember, az a sajátja, az az övé. Ebbe bizonytalan világban ki tudja, mi történik holnap. Ezt már nem veheti el tőlem senki. Lehet ezek a mondások még 30x év távlatában is igazak. Hisz nem lehet tudni, hogy holnap mi lesz.